Most még üres a Józsa András Oktató Kórház képzési részlege, holnaptól azonban már indul az oktatás. 15 fő anesteziológiai szakasszisztens, valamint 25 fő műtős szakasszisztens elméleti és gyakorlati képzését szervezi a kórház. Az oktatáson résztvevők már dolgoznak, a szakasszisztensi végzettségük viszont még hiányzik. Az 1100 órás tanfolyamok 2017. szeptemberében fejeződnek be. Miután ez egy piaci alapon elindított képzés, tehát ennek van egy tandíja, ezt a hallgatók befizetik, ugyanakkor mi a saját dolgozóinknak ezt ingyen tudjuk biztosítani, azzal, hogy tanulmányi szerződést kötünk velük, hisz szeretnénk a jövőben, hogyha itt maradnának, és azt a tudást, amit most összeszednek, azt a most itteni saját betegeinkre használnák föl, ugyanis ezzel ők egy piacképes diplomát jutnak, ez egy OK-s diplomának megfelelő, hogy mondjam, papír lesz a kezükbe, amivel ők tovább tudnának lépni, de reméljük, hogy itt maradnak és itt fogják gyógyítani a mi betegeinket. Egy műtét során a műtős szakasszisztens fontos pillére a beavatkozásnak. Azért is kedvező Nyíregyházán a képzés, mert a felszerelés teljesen korszerű az intézményben. A jelentkezőket a kórház szakemberei, a régió más intézményeiből érkező orvosok, illetve a Debreceni Egyetem tanárai oktatják majd. A most induló képzésekre a saját dolgozókon kívül az ország különböző pontjairól érkeznek a hallgatók. A megyei oktatókórház saját forrásból szervezi az oktatást, célja, hogy saját szakembereinek utánpótlását is tudja a képzéssel biztosítani. Így az oktatásokon 4 fő anesteziológiai szakasszisztens és 8 fő műtős szakasszisztens tanuló a Józsa András Oktató Kórház munkatársa. Nagyon fontos, hogy az utóbbi években ugyanúgy, ahogy az egészségügy más területen is humán erőforrás hiány van, sajnos a műtő szakasszisztensek területén is nagyfokú hiány lépett föl, és ez bár a mi kórházunkban még nem volt ilyen, de ez adott esetben akár műtétek elmaradásához is vezethet. Ezért vagyunk nagyon boldogok, hogy ilyen nagy létszámon és az országban mindenhonnan érdeklődő kollégák részvételével tudjuk ezt a műtő szakasszisztens képzést elvégezni, elindítani. A sajtótájékoztatón elhangzott, a képzést már többször próbálták elindítani más intézményekben, de létszámhiány miatt eddig nem sikerült. Nyíregyházán azonban már holnap indul a hiánypótlónak számító oktatás.